ott, ahol most vagyunk, ez a monostornak a szíve, a kerengő, ahol a szerzetesi gondolkodásban ez a paradicsomkertnek a mása. Ez néhány lépésre van a levéltárból, tehát reggelente időnként kijövök, amikor hűvös van és még nincs mozgás. Ez egy nagyon csöndes pont, és kiülök és átgondolom a napi teendőket. Egy ilyen környezetben nagyon jó dolgozni, de nem csak ez a történelmi környezet ragadott meg, hanem az itt élőknek a szellemisége, az a bencés szellemiség, amit már gimnáziumban is megtapasztaltam. És itt nem csak a bencés atyákra gondolok, hanem arra a holdudvarra, arra a civil holdudvarra, akikkel itt együtt lehetett és együtt lehet dolgozni. 2000-ben hívott az akkori gimnázium igazgató, Tamás atya, prefektusnak és tanárnak, tehát én a gimnáziumban kezdtem 2000-ben. 2011-től a főállásom a levéltárban van, de még évekig tanítottam történelmet, történelemfakultációt, hittanmodult, illetve van egy szakköröm, az oklevél és kódexolvasó szakkör, ami a levéltárt és a gimnáziumot összeköti. Gyakran eszembe jut az, hogy ez a levéltár, ez egy hát nemzetközileg is jegyzett középkori anyaggal rendelkezik, a 11.-12. századból is vannak okleveleink, hogy ezt az elődök megőrizték, és hogy ez egy feladat számunkra is, hogy ezt a halatlanul értékes anyagot méltó szakmaisággal és megbízhatósággal dolgozzuk föl, és adjuk tovább az utókornak. Nekem az fantasztikus érzés, hogy egy ilyen 1000 éves okiratnak máig élő hatása van, és nem is akármilyen hatása a szerzetes közösségre és a monostorra. Amúgy én főleg későbbi korokkal foglalkozom. Részben szerencse is, mert a középkori anyagunk elég jól fel van tárva. A 17.-18. századi anyag kevésbé jól és kevésbé látványosan. Úgyhogy itt még nagyon sok a leszakítani való gyümölcs, és hát ennek már vannak is gyümölcsei ennek a munkának. Azt a bizalmat, amit megkaptam, azt valahogy meg kell hálálnom azzal, amit tudok, vagy amit ide tudok hozni az egyéniségemből, a tudásomból. Néha furcsán is néznek rám az új kollégák, akik mondjuk pár évet vannak itt, és aztán mennek tovább, hogy én most már több mint 20 éve itt dolgozom. És éppen ez az egyik nyitja, hogy ehhez, amit én csinálok, türelem kell, kitartás, hűség, olyan értékek, amik ma nem divatosak, de otthon vannak egy ilyen szerzetesi épületben, és hogyha az ember szisztematikusan dolgozik, akkor egyre több mindent fel tud tárni a múltból.